Hiába van. Én is próbálkozom, én is koppantam be. Thank you.
olyan. Egy pár szót magatokról, hogyha lehet. Villám. Most villám kézem, mondjam valami. Jó. Ügyesek vagytok. Tapsot lehet neki. Egy pár szót magadról. Mutatkozzatok be! Jó, Erős János meg a zombi. Jó van, tapsot nekik! Mutatkozzatok be! Nem ismerünk fel titeket! Nagyon jó, ügyes! Tapsot nekik, tök jók voltak! Györgyen az a frász. Nagyon jó! És a dalmaták hol vannak? Jó, rendben. Oké, tök jó. És a következő. Kedves vendégeim, mint a nemzet koszorús költője, legújabb költeményemet fogom most önöknek előadni. Hány részben? Dicső voltunk egy jelentős epizódját dolgozza fel, úgyhogy hallgassák kellő méltósággal. Elnézést, egy szolgálati közleményt kell még mondanom. A helységbe tojást és paradicsomot szigorúan tudod a fehér ró legendája, dr. Tudor Tódor hősköltemény. A Nagy Morbák földjének határán az őr keletre néz kissé bambán. Föltűnik egy lovas ottan, fölucsod az őr is nyomban. Hisz ez maga Árpád fejedelem, hé, te vezér, a fejedet leemelem. A lovasra kiált hetkén, de a hund lefagy a képén. Föltűnik még lovas száz meg ezer, az őr meg ettől igen berezel. Földetek megszerezzük magunknak, ezt üzenem a nagy szvatopluknak, kiált rá Árpád dörgőn az őr felé, de az már sietve iszkol hazafelé. Van itt dő, igen számos, az se baj, ha kicsit szlávos. A vezéretnek mondja Árpács közben, megnyalja a száját. Békével szerezzük meg ezt a földet, vagy megharagítunk sok szép hölgyet. Furfangos a magyar nemzet, kiötlenek hát egy tervet.
Nagy Svatopulukhoz egy követ megyen, kéréssel fordul hozzá Emígye. Árpád ajándékát elég vezetém, s előlépdel egy fehér mély. Árpád e lóval így kifizet, adj hát marék földet, füvet s vizet. Adjátok meg neki, amit kér, Usdi, szól népének a morva, ki igen kapsi. Immár későn érkezik a bölcs tanácsos, homloka izzad és nagyon ráncos. Főnököm, nagy Svatopluki, rászedett téged ez a muki. Ez a ló csak virtuális, nézd csak, tovaszágod már is. Eladtad az országodat, s a ló is náluk maradt. Erre érkezve Árpád vezér, Svatoplukon kacag ezért. Ráforogtál Norvát eszed, de itt a kezem neszed. Lesz munkátok a TSZ-ben, maradhatok albédletbe. A nagy Svatopluk igen dühös, mérettől tekintete ködös. Kiköszörüli ezt a csorbát benes, így hát így korán még ne neves. Se baj, van még addig ezer évünk, s mi még utána is boldogan élünk. Jöhet a következő! Hol a beporzó méhes ide a Laci? Katicából kizélek. Marharépa. Nagyon jó! Itt is a nyúl viszi a puskát, ugye? Átadom a farkasnak a kosaramat. Edd meg! Én nem merek ezt utána, hanem szép eset mondták, én nem értem ilyen szépen. Aki még nem tudja, én vagyok a piroska. Mellettem áll farkas, a párom. Úgy szeretem, majd meg zabálom. Gondoltuk, csapunk egy görbe estét. Csak találunk itt egy friss, ropogós menyecskét. Kihez az én ordasom? Enném már a nagymamát is, ha hagyom. Várja, hogy megtömje itt a bendőjét, már megenné akár a nagypapa kendőjét, de biztosak az itt egy-két nagyi, akinek nem a reumától ropognak a csontjai, azért nem érjeket ettől a farkastól, nem bánt ő, csak megkóstol, nem vágyik ő se húsra, májra, nem engedi a diétája, nem vágyik ő a nagymamára, csak a jó, édes nutellára. Az, hogy piroska lenne nála az ebéd, ugyan már ez mesebeszéd, ő egy vegetáriánus ordas, ki bármit eszik, mit bevesz a has. A limonádé. Jaj, de indék egy jó kis teát! Lipo ice! Majd Erzsike felszolgál engem! Szemben én a teát csomag iszik egy kutcát! Nagyon jó! Na gyere azt mondj, de csak utánam! Úgy, ahogy valójában! Rendesen úgy, nagyon jó. Csókot adhatok neki? Nem, az kialak. Meg tudja, hogy van az olajság. A farkasnak szívesen adnám. Nagyon jó. Gyere, gyere, van mindenki. Jó!
Igen, tisztelt publikum, egy kis figyelmet kérnék, hogy nagyfokú koncentráció miatt. Mellett egy kis csendet, és fel van igen veszélyes, és a koncentráció megszakad életveszélyben leszek. Kérem, figyelmet kérnék kérványunkat. Megnyomtad? 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 Bandi? Megnyomtad?